Különleges helyszínen találkoztunk meghívónkkal, Móroc Tamással. Tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves nézőink. Kár, hogy nincsenek itt velem, mert nekem nagyon tetszik ez a járgány, és hogy most éppen miről fogunk beszélni, Tamás, hát nem titok, a körösszögi hagyományőrző Csikós Egyesületről, illetve igen, rólad, a versenyekről, és például erről a gyönyörű járgányról. Igen. Egy nagyon szép fogadhajtó kocsiról beszélünk. Kedves nézőinknek nem tudom, hogy bemutassam-e Móroc Tamást. Igen, talán mindenképpen fontos, hogy mondj magadról néhány szót. Hát köszöntöm a nézőket. Igazából nekem ez egy rendhagyó dolog, mert én soha nem szerepeltem még így, vagy hát nem voltam ilyen riport részese. Hát igazából 2003 óta versenyzünk fogadhajtásban. Először póni fogadhajtásban versenyeztünk válogatott szinten, én is, meg édesapám is. És most valahogy ide keveredtünk vissza erre az útra, és most nagy lovakkal kezdünk versenyezni. Gyerekkorod óta lovakkal foglalkoztál többek között? Hát tulajdonképpen olyan 25 éve durván, 20-25 éve. Indítatására. Igen, meg nagypapám lókupec volt, meg ő is versenyzett, az orosházi nagyapám pedig lovakkal fuvarozott, és ezáltal több irányból jött ez a lószeretet. A lókupecség még megmaradt? Vagy ezzel már nem foglalkoztam? Nem, én úgy azt az elvet vallom, hogy nem igazából lehet ebből tulajdonképpen olyan nagyon profitálni, igazából ez csak a pénzt viszi. Ez könnyen csinál milliárdosból millió most már, mert ez a sport, meg ez a lovazás, ez nagyon nagy összeget emész fel, meg rengeteg időt. Mennyi lovatok van? 5 lovunk van, 3 lipicai és 2 póni. Amit majd itt a nézők látnak, édesapád hajtja a másik kocsit. Igen. Ők lipicaiak? Ők 2 lipicai, ők a legfiatalabb lovaink. Hát igazából őket mi tanítottuk be. Elég rövid idő alatt tanultak be, szerintem nagyon jó képességű lovak. Még azért hízniuk kell, mert elég rossz helyről kerültek ide. Viszont a 2 különböző pontjáról az országnak, tehát ez is érdekes, hogy így nagyjából össze tudtuk őket. Ezt hogy neten válogatod a keresetet? Interneten non-stop, ismerősök által, meg ugye lóvásárba is járunk, hát ha találunk olyan lovat. Egyébként még most is vennénk, ha találnánk. Itt viszont nagyon sok szempont alapján szűrjük a lovakat. Szóval sokan lovaznak? Hát sport szinten én úgy gondolom, hogy nem jellemző, inkább ilyen kereskedési céllal elég sokan tartanak. Úgy, mint ti, úgy nem foglalkozik senki. Hát szerintem 2-3 család foglalkozhat még így, ilyen szinten. Itt ez a gyönyörű fogadhajtó kocsi, és én tudom, hogy te egyre jobb eredményeket szeretnél elérni, és ezért egyre könnyebb kocsira lenne szükséged. Ez a kocsi mit tud? És egyáltalán mióta van nálad? Ez a kocsi december óta van nálunk. Őt használtam, vásároltam egyébként. Majdnem a legjobb felszereltség, tehát egyetlen egy extrát nem tartalmaz, ami szükséges lehet, viszont számomra az extra az abszolút nem volt szükséges, mert azzal nagyon meg kell tanulni hajtani, az egy fordulás késleltető. Tehát a rúd maga a kocsi elejére nem 90 fokos szöget zár be, hanem egy pár fok eltéréssel zárja be a szöget, tehát így nagyobb ívben fordul a kocsi, és itt rettenetesen kell koncentrálni arra, hogy nehogy az akadályhajtásnál verőhibát okozzon ez a... Tamás, beszéljünk arról, hogy egyáltalán mi a mindennapi teendőtök, gondolom korán kezdve. Hú, ez nagyon összetett. Igazából olyan 6:30-kor kezdjük általában a napot itt a tanyán. Ellátjuk a lovakat, és utána, miután jól laktak ők is, meg mi is elfogyasztottuk a reggelit, azután általában befogunk. Ez minden nap ilyen 5-6 órát vesz igénybe, amíg képezzük a lovakat. Igazság szerint ez már túl... Édesapád és te folytatjátok ezt, tehát ti... A hajtást igen, de viszont többen dolgozunk a lovak körül napi szinten. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy 5-6 embernek a munkájából áll össze tulajdonképpen egy nap. Van egy lovász, aki
ő eteti a lovakat és rendben tartja. A barátnőm felelős a felszerelésekért. Ő nem tudom miért, de ő ezt nagyon szereti, mindig ő szokta megtakarítani egyébként az összes szerszámot, meg a kocsikat rendben tartja. Így van, igen. Mi azért a hajtásért vagyunk felelősek jobban, meg azért, hogy a lovakra, amikor rácsukjuk az ajtót, akkor minden rendben legyen. Meg hát ugye itt van a mama és anyukám, akik felelősek azért, hogy a hajtók jól lakjanak. Aha, meg a ugye a ruhákat előkészítik, meg stb. Tehát azért mindenkinek eloszlik a feladata, így van. És mindez azért történik, mert időnként elmentek versenyezni. Hát én úgy gondolom, hogy ez őrült nagy áldozattal jár azért, hogy most egy úgymond egy pár perces programért ennyit dolgozzon az ember. Viszont ez már én úgy gondolom, hogy nem csak egy hobbi, hanem ilyen hivatástudatnak is lehet mondani, vagy ilyen. Neked meg se fordult a fejedbe, hogy mással foglalkozz? Hú, nem. Nem fordult meg soha a fejembe. Egyébként nagyon sok mindent szeretek csinálni hobbi szinten is, de nekem azért ez a lovas történet az, ami... Volt már, hogy megfertőztél valakit ezzel a sporttal? Hát azért olyan nem volt, hogy megfertőztem, viszont olyan volt, hogy visszatereltük a fogathajtás irányába az emberkét, mert akart váltani sportágat, igaz a lovazáson belül, viszont én úgy gondoltam szakmai szemmel, hogy neki az nem lenne megfelelő az a sportág, és így próbáltam visszaterelni, és sikerült is, és azóta is aktív versenyző. Itt mellettünk édesapád hajtja ezt a két lipicait, és arról a kocsiról mit lehet tudni? Hát az egy speciálisan terepre kifejlesztett kocsi. Ő annyiban tér el, hogy nem tömör gumia van, hanem egy fújtatott kerék, ami ugye azt segíti, hogy ne rázkódjon annyira a kocsi, ne rázza a hajtót az egész napos munkába, tehát lényegesen kényelmesebb, mint egy ilyen tömörgumis hintó. Igazából ezt a kocsit használjuk a mindennapi munkákra, szerintem nagyon könnyű és kényelmes, meg ő az a kocsi, akit bedobunk a háborúba, hogy nem sajnáljuk annyira, hogyha esetleg leverődik, vagy valami. Tehát, hogyha ezt a... masszívabbnak látszik az a hát, kocsi. Ő tiszta fém, igen. Aha. Tehát ezt a hintót, ha megnézzük, ugye gőzölt fa sárvédője van, tehát gőzöléssel hajlították meg. Igazából olyan vékony az éle, hogyha esetleg megfogod, hogy ez egyből, hogy ha valami hozzáér, rögtön lepattan a lakkozás, meg a majd körbejárjuk színe is. És megmutatjuk a nézőknek. De mondd, azon túl, hogy a mindennapokat elmeséled, hogy hogyan dolgoztok, végül is ennek van egy célja, gondolom a verseny. Hát igen, én nagyon szeretnék újra versenyezni, sőt már idén voltunk is május 1-én Orosházán, viszont apa indult a lovaimmal. Szerettem volna őket megnézni lentről, hogy adott dolgokra hogy reagálnak, tehát közönségre, idegen helyszínre, volt ugrálóvár, repülős bemutató, kutya bemutató, hogy mire hogy figyelnek, hogy én a továbbiakban fel tudjak erre készülni, és könnyen tudjam ezeket a esetleges akadályokat elhárítani, úgymond, hogy... És ilyenkor hogy utaztok? Van egy teherautónk, amire felmegy a két ló, mögé felmegy a hintó, és oldalra be vannak szépen akaszgatva a szerszámok. Most készül rá egy magasabb felépítmény, mert a régi felépítmény ugye a pónikhoz készült, mivel mi pónikkal versenyeztünk, viszont az ezeknek a lovaknak már majdnem, hogy alacsony, de most készül rá ez az új felépítmény, úgyhogy ez meg fogja könnyíteni a szállítást, meg a versenyre jutást. Csapongok egy kicsit, mert édesapád megint a közelünkbe ért a két lipicaival, és mondott, hogy még hízniuk kell. Ezt hogyan akarod elérni? Nyilván nem tudod neked, hogy egyél, mit csinálsz? Hát, ha az én általam elfogyasztott étellel letetném, akkor biztos ilyen szép darab lenne, mint én, de nagyon odafigyelünk egyébként a takarmányozásra, mint az élsportolóknak is. Nekik is azért sok százalékban ez hozzájárul a sportos
külsőhöz, meg felépítéshez, meg izomzathoz, hogy megfelelő takarmánya letessük őket. Igazából... Próbáld érzékeltetni, hogy egy ló egy nap mennyit eszik, és... Hát ezt most nehéz lenne köbcentire vagy kilóra meghatározni azt, hogy mennyit eszik. Egy jó étvágyú ló. Hát körülbelül ők majdnem, hogy egyforma koszton vannak. Reggel este kapnak abrakot. Az abrakjuk zabból, árpából, kukoricából és korpából áll, ami enyhén meg van vizesítve, tehát egy ilyen sűrűbb, állagú, maszaszerű abrak jön ki belőle, és ez durván ez egy adag másfél liter. Aha. Tehát ezt megkapják reggel is, megkapják este is, napközben meg háromszor kapnak szénát, igazság szerint azt annyit, amennyi beléjük fér, kétszeri alkalommal. Egyszeri alkalommal kapnak lucernát, az egy beosztott mennyiség, az körülbelül, hát nem is tudom, hogy kilóba, ha meghatározza az ember, az egy 3-4 kiló 5, ami a fejadagja körülbelül egy ilyen lónak. De egyébként magát ezt a fűszénát vagy gyepszénát, ki hogy ismeri, az korlátlan mennyiségbe ehetnek reggel, este. Tehát... Idén nem panaszkodhatunk, van csapadék. Igen. Tavaly azért gondolom, fú, nehézkes volt, igen, a takarmánybeszerzés. Viszont nagyon sok ismerősünk van, és így tudtunk szerezni vidékről is jó minőségű takarmányt. Tehát az a lényege, hogy jó minőségű legyen a takarmány. Itt nem lehet az, hogy ő penészes legyen, vagy a lucernán nincsen levél, mert akkor tulajdonképpen igazából ez semmit nem ér a lónak. Három pónitok van? Két pónink van, és három lipicai lovunk van. Azért ez elég komoly mennyiség, és rájuk. Hát, mármint amit megesznek. Pakoljátok naponta? Minden nap persze, most már amikor jó idő van, akkor mossuk őket. Úgyhogy... És ezt ti magatok? Ezt mi csináljuk? Ezt én régen csináltam, amikor még egyetemista voltam, és kimentünk a barátainkkal 60-ba Budapestről, és akkor csutakoltuk a lovakat, hát... voltizsáltunk velük, és járattuk őket, cserébe mi is lovagolhattunk. Ti hát ha... ha esetleg úgy gondolod, hogyha fel akarod elemeníteni, akkor itt is lehet a lovakat csutakolni. A városból nincsenek segítőitek? Hát mi így próbáljuk családon belül megoldani. Egyébként vannak külső segítőink, barátok és családtagok, akik segítettek például a lovakat is betanítani, mert ugye ezt ketten nem tudtuk. Tehát azért ők már elég nagyok ahhoz, hogy bármit tud csinálni. Tehát bármilyen balesetet vagy felborít, vagy begabajodik úgy, hogy ketten nem bírjuk kibogozni. Tehát egy pár alkalommal kellett külső segítséget kérnem, de viszont ezt próbáljuk így szűk családi. Két típusú embert ismerek, aki szereti a lovakat, és aki nem. Én az utóbbi csodálkozom, de nyilván lehet félni tőlük, nem tudom, hát, valaki fél tőlük, de vajon mi lehet az alapja? Hát nagyok. És félnek a patájuktól. Szerintem nagy részben függ magának a lónak a jellemétől, meg az idomítottságtól. Uh-huh. Tehát én úgy gondolom, hogy ha ezeket a lovakat megnézzük, most bennük egy pár hónapos munka van. Tehát február óta mennek kocsiba, és versenyen egy középmezőny szintet el tudtak érni amatőr kategóriában. Tehát ha ezt most három-négy hónap alatt meg tudták csinálni, én úgy gondolom, hogy ők válogatott szintre jövő évre biztos, hogy alkalmasak lennének. Amikor 60-ban mi csutakoltunk, akkor a lóversenypályáról kivénhett idős ló volt az enyém, mármint nem sajátom, de akit én gondoztam, Bosszantó, nagyon aranyló volt, nagyon szerettük egymást. Biztos, hogy nagyon vigyázott rám, amikor lovagoltunk, volt, hogy megijedt egy nyúltól, és akkor ugye hirtelen mozdulatokat tett, én meg nyilván leestem volna róla, ha nem kapaszkodok, ugye, de miután finoman estem le, és ő meg vigyázott rám, a patáját úgy tette le, hogy nehogy a vállamra taposson, hanem így billentett. Igen. Tehát lelkük van a lovaknak, ez egyértelmű. Meg sokat számít szerintem akkor, tehát régen nem szerették az idősebb lovakat, mindig törekedtek a kupecok is, meg akik dolgoztak a lovakkal arra, hogy minél fiatalabb lovak legyenek, hogy erősebbek legyenek,
kitartóbbak. Én viszont most így a versenyzés szempontjából máshogy látom ezt, mert szerintem jobb egy idősebb ló versenyzésre alkalmasabb, mint egy fiatal. Tehát a fiatal sokszor nem figyel oda a lényegre, tulajdonképpen arra, aki irányítja őt, mert itt az a legfontosabb, hogy a ló arra figyeljen, aki irányítja. Tehát ne egy külső hangra, egy külső tényezőre, csak teljesen átadja magát a hajtónak, akkor lesz valaki eredményes, én úgy gondolom, hogy... Ugyanakkor ott volt egy másik ló, kártyás, aki hát állandóan bent volt a helyén, és nagyon óvatosan közelített hozzá a gondozója is, mert hogy ő meg egy ilyen vadlónak számított. Mondjuk az ilyenekkel nem biztos, hogy szívesen barátkozik az ember, de nektek ilyen nincs. De. Van? Az egyik lovam az teljesen ez a típus. Ő egy külön munkát is igényel, őt külön szoktuk egyesbe hajtani. Valójában a világosabb lovamnak ő lesz majd a tökéletes párja, mert szerintem testalkatban is, meg színben is, ő, meg mentalitásban is, mozgásban is ő passzol hozzá a legjobban, viszont neki kell egy ilyen önálló munka, amit egyes fogadban szoktunk végrehajtani minden nap. Igazság szerint neki még nagyon sokat kell tanulni, szerintem nagyon normálisról nagyon jó fejű, csak valami makacság benne van, vagy esetleg egy tanítási hiba, őt nem mi tanítottuk be sajnos. Ez, én úgy gondolom, hogy lehet ez is egy hiba, mert én jobban szeretem azt a lovat hajtani, amit mi tanítunk be. Mert onnan, tehát az elejétől kezdve ismeri az ember a lovat, minden egyes mozdulatát, tudja, hogy mit szeret, mit nem szeret. Tehát most egy olyan lovat, ami már volt többször hajtva, most itt a pusztába befogunk és elindulunk vele, tehát az rosszabb szerintem, mint egy csikóló, mert lehetett neki rossz élménye, borulhattak föl vele, elszaladhatott kocsival, bármilyen külső befolyás érhette úgymond a kocsizás közben, és ezt nagyon megjegyzi a ló. Összetudja hangolni a ló az egyes történéseket. Tehát itt is például, hogyha sűrűbben fogjuk őket... Igen. Sűrűbben fogjuk őket versenyre hordani, akkor össze fogják tudni azt kapcsolni, hogy az előtte való napi munka az teljesen más volt, mint a többi munka, meg azt is, hogy ugye elszállítjuk őket, viszont ők hazaérnek a versenyről, tehát nem kell stresszelniük magukat, hogy egy új helyre kerülnek, vagy új közegbe, ahol új embereket kell megismerniük, vagy egy új poszton kell nekik úgymond szerepelniük. Egy külön dologról van szó, ugye? Tehát a fogadhajtó lovat nem lovagoljátok. Hát nagyon jó, annak az a ló sokkal jobb, amit lovagolnak is fogadhajtásban. Sokkal türelmesebb. Sajnos nincs itt a környékben olyan lovas, aki megfelelően tudna képezni nyereg alatt a lovat, viszont az nagyon sokat jelent szerintem egy lónak, hogyha lovagolva is van. Tehát mi is fogjuk őket nem csak ebben az összeállításban, hanem a három lipicai lovat egyébként szoktuk mind a hármat fogni mindenkivel. Tehát mindenki megy mindenkivel. Jobbról is mennek, balról is mennek, egyesével is mennek. Tehát azért elég sok munka van, viszont megvan az adott felépítése egy hétnek, hogy mikor ki, hogy megy, kivel, meg milyen összeállításban. Őket hogy hívják? Egyikőjük konverzánó krókusz, a lipicai lónál az első név az a fajtán belüli törzset jelenti. Tehát ő a konverzánó törzsből származik, ő egy 4 éves herjelt. Ő szegény itt esett át minden ilyen nagyobb dolgon. Sajnos itt lett kiherjelve is, mi is tanítottuk be, tehát neki elég sok... A herjelés, ez fontos? Hát fontos, igen, mert a csődörló igazából nem figyel úgy oda a hajtóra. Tehát őt jobban érdeklik a külső tényezők, meg a... Nem még ilyet, de ez megviseli őket? Hát egy 2-3 hétig igen, viszont őt abszolút nem viselte meg. Tehát a másnapi kontrollnál azt mondta az állatorvos, hogy a nem tudom, 40-50 éves tapasztalata alapján ő még ilyet nem látott soha, hogy ennyire jól tűrte ezt az egészet, meg jól túllendült rajta. Őt krókusznak hívjátok, vagy konverzánónak? Krókusznak, krókusz. Tehát az első név az csak így megjelöli tulajdonképpen a törzset, igen. A másik ló pedig Neapolitano Neon. Hát ő egy különleges ló,
mert szinte úgy mentettük őt meg, mert annyira rossz helyről került ide hozzánk. Még azért mindig lenne neki mit fejlődni testben is, nem csak magában a versenyzésre való felkészülésben, vagy a versenyzési munkában. De szerintem ő meg is hálálja ezt. Egyébként a ő törődés. Képzik a saját neveiket? Persze. Ha azt mondom neked, hogy Tamás, akkor fölkapod a fejed. Persze. Ő is érti, hogy Neon vagy Focus. Igen. Hát a kocsiban és a saját nevén szólítjuk meg. Tehát, és akkor látod a fülén, hogy most ő reagál? Hogy... Nem, hát inkább bizonyos mozdulatain. Aha. Tehát van, hogy valami oknál fogva az egyik őjük, ha lemarad, akkor az ember az ostorra oda nyúl, a saját nevén szólítja, és akkor ő érti a nevét, és tudja, hogy mit kell csinálnia egy bizonyos felkészültségi szint után. Most elérkezett egy olyan pont, amikor azt kell kérdeznem, hogy mi van a patkolással? Léteznek, nagyon-nagyon jó kovácsaink vannak, házhoz járnak, ők modern eszközökkel dolgoznak, saját kohót hoznak, ilyen kis mobil kohót, amit lehet szállítani. Itt van méretre igazítva a patkó, tehát nem igazából előre gyártott, mert megvan maga a patkó forma, meg megvannak rajta a lyukok, de itt szabják úgymond személyre a patkót, tehát amilyen méretű a láb, olyan méretű patkót, és olyan formájúra hajtják meg, amilyen a köröm. A patkó ez mennyi ideig tart ki? Hát viszonylag sok ideig kitarthat egy patkó, viszont mi mindig újat szoktunk rájuk üttetni, mert igazából megnyúlhat mondjuk a szegjuk is, és az egy idő után egy ilyen lötyögést okoz, ami kilazítja a többi szeget. Igen, igen, és utána ez leeshet. Tehát viszonylag azért sűrűn kell patkolni őket, meg oda... De nem érzékenyek? Mert azért, hát én megérezném. Nem, mert egy olyan szarú rétegbe kerül a szeg, ami nem élő tulajdonképpen, mint amikor te vágod a körmödet, és megvan az a rész, amit ugye könnyedén le tudsz vágni, akkor ebbe a úgynevezett hordozó szélbe kerül a patkószeg. Nem gondolt, hogy amikor új patkót kap a ló, új szegek kerülnek bele, hogy akkor az a patkó állapot, az, a szarú állapot azért az... Nem, mert ugye az folyamatosan nő. Aha. Tehát ugye le is vágják úgymond a körmet, és úgy kerül rá az új patkó, és ez a rész, ez a 3-4 centis rész, ez folyamatosan marad 3-4 centi. Tehát ez megmarad, hogyha a kovács tudja, hogy meddig kell leszedni, és nem üti az élő részbe a szeget. Van kovács és kovács közt különbség? Szerintem van. És Szarvas környékén van kovács, vagy messzebbről? Messzebbről jár hozzám, Vésztőről jön a kovácsunk mindig. Hála Istennek nagyon jól tűrik a lovak, meg már megszokták a lábfogót, meg megszokták a kovácsot. Tehát már valamilyen szinten tudják ők is, hogy mi következik, mikor meglátják olyan, a fiúkat. Egy orvoshoz megy az ember, és akkor tudja, hogy jaj, fájni fog. Nem, ez olyan, mint az embernek is egy rutin körömvágás szerintem, hogy csak nekik azért hosszabb időintervallumonként zajlik ez. A sörényük különben, ahogy elnézem. Szoktátok fonni? Nem szoktuk fonni, mert megmondom őszintén, hogy én nem szeretem azt a természetes ékalakú sörényformát. Én inkább ennek a sportosabb formának vagyok a híve, ez a 10-15 centi nagyságú, egyenes, sportos, ilyen díjlovas sörény. Általában ezeket mi szoktuk úgymond előállítani vagy nyírni. Gyakoroltok velük, hány órát tudnak? Hát nekünk megvan az a koncepciónk, hogy mi általában, tehát a ló az sokat, nagyon sokat kibír így a kocsiba, sok ideig bírja a munkát. Nekünk az a koncepciónk, hogy mi addig hajtjuk a lovat, amíg teljesen el nem engedi magát a kocsiba, és meg nem csinálja az adott napi feladatát. Tehát mikor azt már könnyedén végrehajtja, akkor általában, mint most is lépnek a lovak, ez úgymond olyan, mint az ember, mikor edz a konditerembe, és van a végén egy ilyen nyújtás vagy levezetés, ezt úgy kell elképzelni a lónál is, ugyanúgy van bemelegítés, egy ilyen 8-10 perces része ez tulajdonképpen a napi edzésnek, úgymond, hogy...
Na most remélem, hogy a nézők, akik még velünk vannak, most meg olyat hallanak majd tőled, amit megint csak nem szokás, bemegyünk a városba vásárolni, nem mondanak ilyen vezényszavakat sehol a környezetünkben. Hogyan szoktad őket utasítani? Ugye van a lépés, van az ügetés, van a vágta. Hát én általában a lépést meg az ügetést használom. A vágtára, a vágtát magát, mint jármódot nem is nagyon szoktuk itthon használni, tehát az a legritkább dolog. De viszont a ló tudja, hogy egy olyan utasítást kap, ami nem minden edzésen történik meg vele, és erre az utasításra ő beindul. Tehát ez az, hogy általában odaengedi az ember nekik a szárat, és egy ilyen hangosabb valami szóval ki, hogy rájuk szól, és akkor ők rögtön bekapcsolnak. Na most tudod, szerintem beszéljünk akkor erről a kocsiról, meg általában a kocsikról, mert hogy nagyon szép ez a jármű. Mutasd be nekünk, kérlek. Hát ő egy tradicionális magyar kocsi, egy ilyen modern köntösbe felöltöztetve. Ő egy ciráki típusú kocsi. Négy... A különbség a ciráki és a nem ciráki között? Hát van többféle tradicionális magyar kocsi, tehát van a gavallér kocsi, az például a kocsi szekrény maga itt teljesen be van burkolva, nincsen háttámlája a hátsó ülésnek, és hátulról lehet fellépni. De egyébként alapjában véve majdnem, hogy így néz ki, meg a fő paraméterei majdnem, hogy megegyeznek a kocsiknak. Igazság szerint nekem az a gavallér kocsi lett volna a nagy szívem vágya, sajnos nem sikerült olyan állapotot találni, meg olyan árban, amilyenre én gondoltam. Így maradt ő, viszont a versenyen, ahogy szerepelt a kocsi a lovak mellett, én azt gondolom, hogy maximálisan megállta a helyét, és meg vagyok vele teljes mértékben elégedve. Hát... Megérzem, hogy itt azért szállnak a virágporok, most az a gyárpa szösz is. Igen, kérdésen. Igen. És ez irritálja a torkot, úgyhogy a köhögés ez ezt jelentette, viszont mutass be nekünk azt, hogy például hogy néz ki egyáltalán, hogyan, miért vannak ezek a tartozik? Maga a kocsi azért merőben különbözik az eredeti hagyományos ciráki kocsitól, ugye az még vasráfal készült, az első és hátsó kerék között hatalmas tengelytáv volt, létezett még olyan változata, hogy volt itt fellépője. Most már ez a kocsi annyira át van a modern szabványra szabva, hogy tehát nem fért el maga a fellépő sem már ezen a kocsin. Olyan közel van az első és a hátsó kerék egymáshoz. A kisebb ívű fordulás és a stabilitás miatt lett ez így kialakítva. Egyébként az első és hátsó hidat külön fékezi, mind a négy kereket tárcsafék fogja. Ez rendes autóra való tárcsafék, tehát azért bármilyen tempóból vissza lehet lassítani. Már aki lassításra használja, én nem nagyon szoktam, mert a lovak úgy vannak képezve, hogy csak annyira használjuk a féket, hogy ne guruljon rájuk a kocsi. A pick-upoknál, az R200-as pick-upomnak volt ilyen laprugója, és itt úgy most visszaköszön. Egyáltalán ez... van másmilyen, vagy ez a szokás? Hát szokták légrugóval gyártani, de általában csak az ilyen jártató, meg ilyen terepkocsikat. A hintóknál azért ez nem jellemző. Ezek kézzel kovácsolt laprugók. De a másik kocsi nem látok ilyet. De van pedig rajta. Csak annyira el van dugva, hogy ott nem nagyon lehet látni. Szóval itt akkor menjünk tovább. Mert még hogy... van, amit hozott magával a régebbi időkből, ugye ez a hagyományos tekerős kézifék, ugye itt fogta a kerekeket. Csinálok, igen, akkor most engedett ki a féket. De egyébként van rajta egy olyan is, ami rögzíti az első tengelyt. Tehát itt van ez a csap, ezt a csapat elzárom, és akkor itt vannak az ülés alatt úgymond elrejtve a fékolajtartály, meg egy fékkar, aminek a segítségével tudjuk rögzíteni magát az első hidat. Mi az az óra? Ez az óra, ez egy olajnyomásmérő óra. Hol van az... itt olajnyomás? Lóban? Hát igen, tehát itt igazából nem azért van a három pedál, hogy mint a kocsiba, hogy a kuplung gáz fék, hanem itt a harmadik pedál az teljesen más szerepet tölt be.
ő fogja az ötödik kereket, ő fékezi. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy magát a forgózsámolyt külön lehet fékezni egy pedállal, vagy előre beállítani magát az olajnyomást, és akkor az bizonyos szinten fogja ezt a féket. Ennek az a... Én itt négy kereket látok, mondod, hogy ötödik kerek. Hát az ötödik kerék az a forgózsámoly rész, mint a... Igen, tehát annak segítségével fordul a kocsinak az eleje külön a kasznitól. Na hát, akkor már látom. És akkor ezt, hogyha ezt a pedált benyomnám, akkor például, ha teljesen benyomom, el se lehet fordítani a kocsi elejét. Aha. Ez annyit szabályoz, hogyha egyenes szakaszon nagyobb tempóval megyünk a lovakkal, akkor általában a hintónak a hátulja a könnyebbsége miatt, tehát könnyebb jóval, mint az eleje, így beszokott cikázni, és ez balesethez is vezethet, mert olyan szinten be tud úgymond libegni a hátulja, hogy fel tud borulni az egyenesben is a kocsi, és igazából ez az ötödik kerékfék segít abban, hogy ez ne cikázzon, és egyenesen menjen a lovak után a kocsi, és kövesse őket. Meg foglak kérni, hogy majd ülj föl, és mutasd meg a pedálok működését, jó? Jó. Hogy egyáltalán... Kicsit kiegyenesítjük. Ezt a... Befogom a féket, mert nincs benne most a ruha. Nem volt hely a fellépőknek, mert itt a régi kocsikon itt is volt fellépő, meg a két kerék között is. Itt ugye a maga a méret miatt nem volt lehetőség rá, így erre a tradicionális... Hát ez is tradicionális tulajdonképpen, mert ez a... Puska, ez létezett a régi hintókon is, tehát ez a keréknek a... Ez puskának hívják, igen, vagy hívták régen is a hintó kerekeknél, most már csak tulajdonképpen díszerepet tölt be. Meg azt, hogy ugye feljussunk könnyen a kocsira, ide lépünk, meg van itt az elején egy fellépő, és akkor elfoglalja a hajtó a helyét. Akkor te egyedül ülsz itt elől. Hát igen, igen. De működik, nem ülnek mellett. Lehet úgy variálni az ülést, hogy mint a régi hintókon, az úri kocsisok jobbról hajtottak, így itt is lehet jobbról hajtani. Ez már egy ilyen tépőzáras megoldással van kialakítva, hogy ezt az ülést én ide bírom magam mellé rakni, és a hajtóbakot pedig jobbra is úgy is lehet róla hajtani. A pedálok úgy működnek, hogy a jobb szélső pedál, ő fékezi a hátsó hidat, tehát a hátsó kerekeket egyszerre. A mellette lévő pedál, a középső pedál pedig az első hidat fékezi, az első kerekeket. A harmadik pedál, meg egy kicsit távolabban elhelyezve, ő az ötödik kerékféknek a pedálja, vagy a forgózsámolynak más néven. Igen, hogy ha érzi a hajtó, hogy egy picit elkezd szikázni, akkor egy kicsit rálép, és akkor az órán már látszik is, hogy a nyomás változik. De ezt egyébként ezzel a tekerővel be is lehet előreállítani, hogy meg már mikor a hajtó tudja előre, hogy milyen pályán, milyen sebességgel fog hajtani, akkor előre beállítja ezt az ötödik kerékféket, és akkor nem kell arra figyelnie, hogy mikor nyomja meg a pedált. A segédhajtó ugyanúgy, mint elől, rálép arra a puska részre, vagy erre a díszre, ki hogy nevezi, és a két sárvédő közötti fém részre, ha rálép, utána már tulajdonképpen fenn van a kocsin, és... Ezt én majd ki fogom próbálni. Nyugodtan. Minek a segédhajtó? Hát igazából a díjhajtás közben az a legfontosabb versenyszám szerintem tulajdonképpen a dísz szerepet tölti be, meg azt a szerepet, hogy előkészíti vagy segíti a fogatot magára erre a versenyszámra. Majd a következő versenyszámnál, a maratonhajtásnál ő is memorizálja a pályának a nyomvonalát, segítheti szóval a hajtót, és a súly elosztást biztosítja úgy a kocsin, hogy ne boruljon fel a kocsi. Tehát azok a fémből készült úgynevezett maratonkocsik, ami még az én kocsi repertoáromból hiányzik, azok úgy vannak kiképezve, hogy arra mindenképpen kell hajtó és segédhajtó. Meg ez egy ilyen íratlan szabály, hogy hajtó nem hajt segédhajtó nélkül, bár most az ellenkezőjét mutatja apa, viszont amikor normál keretek között ez úgy szokott történni, hogyha a mindennapi edzésben hajtunk, akkor vagy egyikünk, vagy másikunk fentül a
hajtó mögött. Aha. Tehát ha apa hajt, akkor én, ha fordítva, akkor pedig ő, mert tehát naponta is változhat egy ló, és több állítást is véghez lehet vinni egy edzés alatt. Tehát ez azt jelenti például, ha nem megy egyenesen a ló, akkor a hajtószáron is kell állítani, akkor a hajtó nyilván nem tudja otthagyni a lovakat úgy, hogy leszáll és átállítja magának. Most, hogy így újra elkezdtünk készülni a versenyekre, akkor a Körösszögi Hagyományőrző Csikós Egyesület elnöke is titkára, én úgy gondolom, hogy eléggé szívügyeként kezeli ezt a dolgot, és sokat beszélgettünk, és valahogy az ő hatásukra is, vagy így a beszélgetések hatására jutottam el oda, hogy tényleg jó lenne legalább a fedett pályás versenyeken elindulni, ahova ez a kocsi nem alkalmas viszont. Oda egy teljes fémből készült, egy keskenyebb nyomtávú, nagy sebességet bíró kocsi az alkalmas. Ilyen pályák, fedett pályák az ország. Hortobágyon is, Gyulán is vannak, ami itt ugye a közelben van. Tehát azért sok helyen van az országban. Uh-huh. Ilyen. És akkor kocsit szeretnél venni? Hát szeretnék, igen. Csak sajnos az a baj, hogy a környező országokat is belevéve kettő eladó ilyen kocsi van használtan. Az új árát azt nem lehet megfizetni, mert az ilyen 10 millió forint. Ez a két kocsi, ez meg ilyen 3 és 5 és fél millió forint közötti összeget. Ez most a legfőbb vágyam. Képvisel. Hát igen, a legfőbb vágyam. Igazából, mint a kisgyerek, nekem jó lenne az olcsóbb is, ami ugye amúgy nem olcsó, mert azt magyar hintó készítők által már esetleg át lehet festetni, vagy fel lehet újítatni. Ő nincs olyan jó bőrbe, viszont ez a 5 millió fölötti, ez már újszerű állapotú. Abba tulajdonképpen csak bele kell fogni és menni vele. Viszont tehát ezzel a gyárral, kocsigyárral, meg a kocsigyár által gyártott kocsikkal már van tapasztalatom. Én ezeket a Kühne kocsikat tartom a világ legjobb maraton kocsijának. És nagyon-nagyon stabilak, meg nagyon kényelmesek. És pályázat létezhet szerinted ilyenre? Hát szerintem ilyenre nem létezik pályázat, vagy én úgy gondolom, hogy ilyesmit nem annyira támogatnak. Igen. És fellépni valahol eseményeken, bemutatót tartani, ilyeneket szoktatok? Hát az egyesület tagjai szoktak, tehát van egy volt is csapat, egy lovastornász csapata az egyesületnek, ők egészen a 7 éves kortól a 20 éves korig vannak a lányok. Tehát egészen picike lány is csodálatos, ahogy a lovon tud tornázni, egyensúlyozni. Viszont én úgy gondolom, hogy ők is sportolók, nekik a saját részükre kell koncentrálni. Akkor azt mondd meg nekem, hogy egyáltalán ebben a sportban hol van bevétel? Itt sehol, itt a munkából van bevétel. Esetleg olyan lehet, hogy ha egy lovat hajt az ember több ideig, és egy jó képzettségi szintet elér, akkor azt lehet értékesíteni, ha a másikkal úgymond nem párosak. Tehát most, ha a mieinket is megnézzük oldalról, az a lényeg a kettes fogatnak is, hogy csak egy lovat láss. Tehát ha oldalról nézed, csak azt látod, hogy ha annyira egyszerre teszik a lábukat, akkor ott már valami harmónia van a két ló között. Most, de édesapád elment, itt én is egy lovat láttam, pedig ketten vannak befogva. De ha ez a harmónia nincs meg, akkor sajnos hiába jó az a ló, az adott ló a másikkal, vagy gondolná az ember, hogy jó lehet, vagy érdemes időt belefektetni. Ha nincs meg a harmónia, akkor attól meg kell válni. Nem láttuk, viszont azért majd Krókusznak és Neonnak légy szíves, mutass be, és aztán most egyelőre elköszönünk tőletek, és hát szerintem valami csodát kéne teremteni, hogy neked ez a kocsi most... Vagy hát a csodákra hagyatkozhatunk, de nem tudom, hogy reméljük, hogy ilyen csoda létezik, hogy valahogy
Tudom, hogy vannak azért, akik szívesen támogatnának benneteket, csak nem találkoztok. Úgyhogy ha most esetleg valaki lát bennünket, és azt mondja, hogy neki tetszik ez a sport, és fantáziát lát benne, akkor téged hogy keressen meg? Hát akár az Egyesületen keresztül, vagy a Facebook oldalán, vagy esetleg a Facebook oldalán megtalálható az egyesületi telefonszám, vagy az egyesületnek a címe, vagy akár engem is megkereshet. Szinte majdnem, hogy mindenki ismer a városban minket. Nem csak a fogadhajtásból, hanem amúgy egyéb munkadolgokból is kifolyólag, úgyhogy szerintem könnyen megtalálhatóak vagyunk, vagy esetleg a tévécsatornán keresztül, hogyha valaki. A YouTube-on majd jó sokan láthatják, akár szerte a világban, hiszen az internet bárhová elér. Igen. Úgyhogy ha valakinek Amerikából van kedve támogatni benneteket, akkor... Nekünk mindegy, hogy honnan támogat, csak valahogy ez a kocsi, hát ha összejönne, ez nagyon nagy vágyam gyerekkorom óta. Tehát 3-5 millió forintnak meg kellene lenni. Hát körülbelül igen, a használat. Tehát ez az újjára az ilyen, szerintem ilyen 10-12 millió forint körül van most. Világos. Akkor úgyhogy... most kívánok neked, mit kívánjak? Mit kívánhatok? Szokás ilyet mondani? Jó eredményt, szép napot, akkor legyen így. Bármit. Legyen így, és akkor gratulálok az eddigiekhez. Köszönöm szépen. És sok sikert a továbbiakhoz. Köszönöm. Kedves nézőink, most itt jártunk a Körösszögi Hagyományőrző Csikós Egyesületnél, Móróc Tamásnál, és hogyha gondolják, akkor jöjjenek ki, szerintem itt a Siratóban mindenkit szeretettel várnak, mert hogy lehet csutakolni a lipicaiakat, illetve a két pónit, majd nyilvánvalóan útmutatással Móróc Tamás segít benne. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!